November 18-án tisztújításra került sor a Magyar Ökölvívó Szövetségnél, amely során egy új háromtagú ügyvivőtestületet választottak meg. Ennek apropóján látogatott Berkó Lajos, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkári kabinet kabinetfőnöke a Fehérvár küzdősport SL-hez, hogy megtekintse Székesfehérvár egyik kiemelt boxklubjának munkásságát. Eljött annak is az ideje, hogy a klubokat, a kiemelt klubokat, a kiemelt egyesületeket, ahol kiváló műhely munka folyik, végiglátogassuk és felmérjük annak az igényét, hogy miben tudjuk segíteni a munkájukat, és egyáltalán megismerni a klubok működését, az egyesületeknek a keretrendszerét, és ennek az apropóján jöttünk le ide Székesfehérvárra, ahol kiegyrészt kiváló műhelymunka folyik, másrészt pedig kiváló eredményeket tudhatnak maguk mögött a versenyzőken keresztül. Turós Arnold, a Fehérvár küzdősport SL klubvezetője kiemelte, egyre többen sportolnak náluk, boxolóik rendszeresen vesznek részt versenyeken, így folyamatos a fejlődésük. Legutóbb a Magyar Kupán léptek a szorítóba fiataljaik. Pont most volt a Magyar Kupa. Az ökölvívásban Magyar Kupának nevezzük, de egyébként a Diák Olimpia volt ennek az elődje, ennek a versenynek. 5 versenyzővel indultunk, abból 3 bajnok lett. Ráadásul a két másik kollégám is, akikkel nagyon szoros a kapcsolat, ők kint voltak Európa-bajnokságon, és az ő csapatukat is én vittem, úgyhogy 12 gyerekkel mentem a Magyar Kupára, és a 12 gyerekből 8 döntős volt, amiből 6 bajnok lett, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült. A klubvezető hozzátette, nagy megtiszteltetés, hogy a kabinetfőnök meglátogatta az egyesületet, és kíváncsi a munkájukra, hiszen a csapat sokat tesz a magyar boxért.